Már is meghallgatjuk Damsa Andrej előadását a gamifikációról, amiről már azt hiszem mindannyiunk hallott, talán már olvasott is több mindent, biztos vagyok benne, hogy többek ki is próbálták, de felteszem, hogy azért még sok nyitott kérdés van, amire szeretnénk választ kapni. Hát talán egy-kettőre a mai nap folyamán is választ kaphatunk. 30 perces előadást, egy 15 perces beszélgetés fogja követni. Akkor Andrej. Köszönöm szépen a felkonferálást. Szeretettel köszöntök mindenkit, és külön gratulálok a szervezéshez, ugyanis úgy sikerült a programot összepakolni, hogy igencsak megkönnyíti az én dolgomat, hiszen számos olyan fogalomról, kulcsszóról már szó volt, amiket én nyugodtan fogok magyarázni, de hál' Istennek ezután már nem kell, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást. Damsa Andrej vagyok, pszichológus és kutató a Budapesti Játékos Létkutatóközpontban, ahol egyrészt játékkutatással, másrészt pedig játékosítással foglalkozunk üzleti és edukációs szénában, és engedjék meg, sőt, hogyha lehet, akkor azt javaslanám, hogy tegeződjünk, úgyhogy engedjétek meg, hogy egy kérdéssel kezdjek. Nyújtsa fel kezét az, aki már a munkája során használt játékosított megoldásokat. Rendben, köszönöm szépen, és kicsit visszatolva az előző előadáshoz is, engedjétek meg, hogy megkérdezzem azt, hogy ki az közület, aki szokott játszani videójátékokkal. Rendben, köszönöm szépen, van átfedés, én úgy látom a két kategória között, ami talán nem is csodálni való. Amiről én a következő 20-valahány percben beszélni fogok, azt tulajdonképpen három témakör. Az első az maga a játék, mint olyan, picit kitérve a játékkutatásra. A második a játékosítás, és én úgy gondolom, hogy ezt az egészet úgy a legegyszerűbb megérteni, hogyha példákon keresztül próbáljuk megszemlélni. Úgyhogy hoztam nektek példákat, nem csak edukációszférából, hanem például az egészségügyből, illetve akár turizmusból is olyan példákat, amelyek úgy gondolom, hogy jól reprezentálják azt, hogy mi is az a játékosítás, és hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban. Amikor a játékokról szoktam előadást tartani, akkor rendszerint ezzel a diával kezdem, amin kettő darab úriember látható. Most nem fogom megkérdezni, hogy szerintetek ki az a két úriember, bedobom a két nevet. Bal oldalt egy híres, klasszikusnak számító pszichológus látható, Lev Vygotsky. Jobb oldalt pedig az az úriember, aki a Homo Ludens című könyvet megírta, ő Johan Huizinga. És azért hoztam ezt a két embert ide nektek most, mert gyakorlatilag ugyanarról a dolgról beszélnek két különböző szempontból, ez pedig maga a játékok fontossága és pozitív hatása. Vygotsky pszichológusként azt vázolta fel, hogy a gyermeki fejlődés során rendkívül fontos szerepe van a játéknak, hiszen a játék során a gyermek gyakorlatilag kiemelkedik a saját életkorából, a saját környezetéből, és olyan dolgokat próbál ki, olyan fejlődési zónákat érhet el, amelyet más eszközök segítségével nem, vagy csak nagyon nehezen. Tehát itt a szeméről van szó. Huizinga pedig azt mondta, hogy a játékok alapozzák meg tulajdonképpen a társadalom, a kultúra, kvázi az emberiség fejlődését, tehát ő magas szinten, társadalmi szinten mondja azt, hogy igenis fontosak a játékok, és szerintem azért zseniális ez a két ember összeillesztése, hiszen gyakorlatilag az egyéntől egészen a társadalmig kapunk egy ívet arról, hogy igenis érdemes a játékokkal foglalkozni, érdemes játszani, és tudományos szempontból is ezeket meg kell közelítenünk. Picit a videójátékok relevanciájára, én is hoztam néhány adatot. Jelenleg Magyarországon, ez a 2019-es kutatás, úgyhogy viszonylag valid,
vagy recens. Magyarországon jelenleg 3,7 millió játékos van. Ide beletartoznak azok is, akik a mobiltelefonjukon játszanak reggel a metrón munkába menet, meg azok is, akik egyébként már professzionális szinten sportszerűen pénzért űzik a videójátékozást. Utóbbi kategóriából, kicsit bővítve úgymond a hardcore gamereket belevéve, összesen 425 ezer fő van jelenleg Magyarországon, és hát nem elhanyagolható az, amiről már volt szó itt, hogy mekkora piac ez a játékfejlesztés, belevéve az e-sportot. Magyarországon 41 milliárd forintos éves forgalma van ennek az iparnak. Természetesen ide beletartozik a hardware fejlesztés is, tehát az eladott számítógépek, különböző perifériás eszközök, konzolok, stb. Most amikor mi 2011-ben elkezdtünk videójáték kutatással foglalkozni, akkor kettő olyan axióma volt a fejünkben, amit azóta is követünk. Az egyik úgy szól, hogy maga az ember játékos lény, mindannyian szeretünk játszani. Ez nem azt jelenti, hogy mindannyian szeretjük püfölni a billentyűzetet, vagy fennmaradunk reggel négyig, mert éppen egy questet csinálunk meg, hanem a való életben is szeretünk szerepeket kipróbálni, szeretünk feladatokat megoldani, szeretjük a visszacsatolást. A másik axióma pedig úgy szólt, hogyha a játékokban ezeket a különböző motivációs erőket fel tudjuk térképezni, rá tudunk arra jönni, hogy miért töltünk el órákat azzal, hogy problémákat oldunk meg egy virtuális világban, közegben, akkor ezt fel tudjuk használni olyan helyzetekben, amelyek alapvetően sajnos nem játékosak, és sajnos ilyen sok esetben a munkavilága, vagy akár az oktatás is. Tehát mi ebből indultunk ki annó. És az elméleti keretünk, vagy a gondolatmenetünk, az tulajdonképpen egy olyan megállapításhoz vezetett, hogy maga a játék az nem más, mint egy kvázi tökéletes világ, egy olyan úgymond védett környezet, ami úgy van kialakítva, hogy akár kognitív, akár érzelmi, akár viselkedéses alapon nekünk majdnem teljes mértékben megfeleljen. És itt van néhány alapelv, amely tulajdonképpen arról szól, hogy miért is olyan tökéletes ez a világ. Az előadás előtt kb. Egy másfél órával vettem ki egy diát arról, hogy mi a flow, úgyhogy nagyon örülök, hogy az előzőekben elhangzott, hiszen az is egy nagyon fontos elem annak, hogy a játék miért ennyire tökéletes, de ide tartozik még a modern tudásmenedzsment egyik alapelve, például az információ, adagolás, a bit size learning, a játék során, ez is elhangzott, ha jól emlékszem, a játék során annyi információt kapunk, és pont akkor, amikor egy feladattal szembesülünk, és amennyi információ a feladat megoldásához szükséges, tehát praktikusan történik a tanulás. Én egyetemen tanítottam, ott sajnos még mindig sok esetben az a módi, hogy tanulunk egy fél évet, aztán levizsgázunk belőle, aztán másnapra elfelejtjük. A játék nem így működik. Visszajelzést kapunk, és úgy kapjuk a visszajelzést olyan időközönként, hogy az motiváló is legyen. Kapunk egy rögtönöset, amikor megoldjuk a feladatot, kapunk egy középtávút, megoldottunk 10 feladatot, megöltünk 10 szörnyet, összeütöttünk 10 bármilyen cuccot, kapunk érte valamit, és van egy hosszú távú célkitűzésünk is, ha elértük az 50. szintet, akkor egy új class válthatunk, egy új fajta skill rendszer tanulhatunk meg, és hát a játékokban ugye sok esetben van egy úgynevezett epikus tartalom, hiszen nem a mindennapi életünket kell valamilyen szinten lemodellezni, hanem egy olyan feladatot oldunk meg, ami magasztos, amiért érdemes harcolni. Megmentjük a világot, megmentjük a királylányt, vagy a királyfit, legyőzzük a sárkányt, fejlesztjük magunkat, városokat építünk. Ezek nagyon erősen hozzáállnak ahhoz, hogy ezek a világok igazán élvezhetőek legyenek számunkra. És hoztam néhány videót is az előadásba, és biztos áttérünk arra, hogy hogyan is néz ki a játékok, vagy a játékos megoldás, vagy a játékos gondolkodás alkalmazása, amiből aztán majd átcsatolunk a gamificationre. És az első körben azt szeretném bemutatni nektek, hogy hogyan lehet egészen minimális játék elemek bevonásával már tök motivációt
motiváló, tök jó dolgokat létrehozni. Két dolog miatt szeretem ezt a példát, az egyik az, hogy szerintem valami ezt mindannyian tudunk azonosulni vele. A másik pedig az, hogy látjátok, hogy nem beszélünk szabályrendszerekről, nincsenek benne pontok, nincsenek jelvények, nincsenek karakterek, nincs háttértörténet. Pusztán annyi történt, hogy egy egyébként monoton folyamatot, ami a bevásárlás, azt egy kicsit megturbóztak annyival, hogy egy ilyen játékos elemet belevittek a dologba. A következő szint az, hogyha biztos komplexitás szempontjából nézzük, az maga a játékosítás, és ezzel kapcsolatban is hoztam nektek egy videót, ami úgy gondolom, hogy ugyancsak reprezentatív. Immersive adventure where the children become a hero about to receive a powerful shield. Você gosta de super-herói? To make it work, we need one VR gear, one smartphone for the children, one for the nurse, and the VR vaccine app. Children experience in the virtual world is matched step by step by the nurse that follows the story on a second screen. Pronto. Agora o furto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. All simultaneously, calming and entertaining children while helping the nurses to
primeira vez que eu vejo em 15 anos da minha atuação profissional com vacinas que a realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento. Ele chorou em todas que ele tomou desde que ele nasceu. E dessa vez não. Até achei que ele ia dar um showzinho aqui hoje. Que quando eu era pequena eu tinha medo, mas agora não tem mais. The day with no more crying in the vaccination room is closer than we think. Az se rossz egyébként, de talán ez egy picit immerzívebb. A következő szint maga a szimulációs játék, ami gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy konkrét játékunk van, a történés is a játékban van benne, viszont olyan skillek kellenek, és olyan feladatok vannak a játékban, amelyek ugye valós életet reprezentálják, illetve hát a legkomplexitás csúcson, a legfelsőbb helyen a videójátékok helyezkednek el, vagy alapból a játékok. Ha megnéztek a kis gifet, akkor első ránézés ez egy ilyen 1.0-as FPS lövöldözős játéknak tűnik, viszont nyilván van benne egy csavar. Ez a játék, ez az America's Army nevű játék. Azt kell róla tudni, hogy az amerikai hadsereg fejlesztetti két fő okból. Az egyik maga a toborzás, tehát reklámozzák a hadsereget, reklámozzák azt, hogy milyen menő egyébként katonának lenni. És a másik ok, ami szerintem talán egy picit izgalmasabb, az, hogy ez egy online játék, és gyakorlatilag a játékosokról a játék során adatot gyűjt a rendszer, és hogyha a beérkezett adatok patternje, mintázata megfelel annak, amit egyébként meghatároz a katonaság HR szempontból, akkor felkeresik a játékost, és rekrutálják. És az USA-ban ez működik. Nyilván kérdéseket vett fel, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire rossz. Itt a lényeg az, hogy már megtehetjük azt, hogy ilyen virtuális eseményeken, vagy lehetőségeken keresztül is gyakorlatilag a való világba visszacsatolt folyamatokat hozzunk létre, például a HR terén. És akkor picit kanyarodjunk vissza a játékosításhoz. Szakmai berkekben sokat szoktunk vitázni azon, hogy mi is a játékosítás. Azért azt látni kell, hogy elég vékonyak ezek a határok, amik a különböző megoldások között helyezkednek el. Nekem ez az egyszerű megfogalmazás a kedvencem, tulajdonképpen játékosításnak nevezzük azt a folyamatot, amely során játék elemeket, játék dinamikát, mechanikát, játékos gondolkodást használunk fel annak érdekében, hogy viselkedést változtassunk. Természetesen ez a viselkedés változtatás pozitív irányú, és ez egész módszertant olyan helyzetekben alkalmazzuk, amelyek önmagukba véve nem ennyire motiválóak. Minden esetben el szoktuk mondani, hogy nem varázspálca a játékosítás, tehát nem old meg minden problémát, fel kell térképezni azt, hogy mikor alkalmazható és mikor nem, és amikor nem, akkor nem szabad alkalmazni. Kis érdekesség, Google Trends, Google keresési találatokat összegző ábra. Látszik az, hogy 2010 körül, aki nem látná hátul, a felívelő rész az 2010-nél kezdődik. 2010 körül kezdtek el rákeresni a gamification szóra, mint olyan. Nincs új a nap alatt, hogyha belegondolok, akkor már a cserkészet is, meg a katonaság is régóta alkalmaz hasonló megoldásokat, viszont maga ez a szó a köztudatba ekkor robbant be, és ami nekünk különösképpen örülök, hogy szó kapcsolati találatoknál a gamification learning, igen, az van az első helyen. Tehát még mindig ott tartunk, ami szerintem tök jó, hogy legjobban azért mégiscsak az edukáció terén működik a gamification, és széges környezetben is általában az e-learning vagy az onboarding folyamatok azok, amelyek játékosítva vannak. És akkor picit gyakorlati oldalról, ez a mi
módszertanunknak a nagyon egyszerű leképzése, néhány lépés azzal kapcsolatosan, hogy mi hogyan szoktunk neki kell a játékosításnak. Nyilván én úgy gondolom, hogy a játékosítás egy óriási nagy adag a kreativitás, a személyre, illetve helyzetre szabhatóság, viszont van néhány olyan szempont, néhány a mérföldkő, vagy alapelv, amire érdemes odafigyelnünk, és mi ezekre szoktunk egyébként odafigyelni. Elsőként meg szoktuk határozni azt, hogy mi a cél, és van egy szerintem tök fontos különbség a játékok és a játékosítás között, és bedobnám felétek ezt a kérdést, hogy szerintetek mi ez? Tehát mi az alapvető különbség a mondjuk a videójátékok, meg mondjuk a játékosított rendszerek között? Aha, játékos szabadságot adnak. A játékosítás egy manipulált helyzet. Igen. Köszönöm. Játékosított megoldásoknál a játékoknak a szerkezetét és a egyes összetevőjét veszünk át, viszont a tartalom az lehet különböző, amit el akarom kérni. Igen, hátul volt még egy úri ember, aki... Köszönöm, és akkor még egy kezet láttam onnan valahonnan, mintha. Vagy csak oda képzeltem. Jó, igazából kb. Minden elhangzott, amire gondoltam. Én itt elsősorban arra hívnám fel a figyelmet, hogy a játékosítás során a tudás is, meg a termék is a való világban jön létre. A játékos során egy virtuális környezetben vagyunk, és olyan feladatokat oldunk meg, ami sok esetben olyan tudást igényel, konkrét tudást, tartalmi tudást, amely játékon belül marad. A játékosításnál ugye van egy való életbeli problémánk, ami azt kell való életbeli tudás, és azt a folyamatot, ami ezt a kettőt összeköti, ruházzuk fel a elemekkel, hogy ez a megoldás, ez motiváló legyen. Visszatérve, rendkívül fontos meghatároznunk a célt, amikor leülünk és átgondoljuk azt, hogy akár a fél évünket, az évünket, vagy egy munkai folyamatot át fogunk építeni, úgyhogy az motiválóbb legyen, mint jelenlegi állapotában. És amikor a célokat határozzuk meg, akkor azt szoktam javasolni, hogy ezt az úgynevezett smart modellt kövessük. Ez egy alapvetően üzletfejlesztési vagy munkahelyi modell, ami pusztán annyit mond el, hogy olyan célokat határozzunk meg, amelyek specifikusak, mérhetőek, elérhetőek, realisztikusak és időben meghatározottak. Úgy gondolom egyébként, hogy oktatási környezetben ez tök jól működhet, hiszen jó esetben látjuk előre a fél évünket, vagy látjuk előre az évünket, és ahhoz mérten meg tudjuk határozni azt, hogy mit szeretnénk elérni a tanulókkal, vagy a felhasználókkal, hogyha úgy tetszik. És igen, itt is fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy nem varázspálca a játékosítás, tehát a célok megfogalmazása mentén kijön az, hogy itt akkor lehet, hogy nem is ezzel kéne megoldani a dolgot, akkor ne használjuk. Nagyon fontos az, hogy ki a játékos. Mi a Játékos Létkutató Központban 2011 óta foglalkozunk említettem játékkutatással, aminek egy nagy része a motiváció vizsgálat. Amikor mi elkezdtük azt vizsgálni, hogy egyáltalán ki a magyar játékos, ki a magyar gamer, és hogy miért szeret játszani, akkor az volt a célunk, hogy létrehozunk egy olyan kategorizálást, vagy felosztást, ami nem is úgy összeszít a játékosokat, hogy élesen elvállaló kategóriába, de akár csak egy személyiség leírás meg tudja mondani azt, hogy milyen játékosunk, milyen motivációs dimenzióba helyezkedik el, és hogy értsétek, mi összeraktunk egy ilyen 7 dimenzióból álló modellt, amely olyan elemeket
amelyeket ragad meg a játékból, amelyek önmagukba véve is motiválóak lehetnek, viszont ha ezeket így összegyúrjuk egy rendszerbe, akkor nagy eséllyel meg tudjuk ragadni azokat a felhasználókat, vagy mondjuk tanulókat, akik játékosaink lesznek, és akiket szeretnénk motiválni. Picit visszatérve, tehát rendkívül fontos az, hogy miután megvan a célunk, lássuk azt, hogy a mi tanulóink, a mi felhasználóink milyen motivációs rendszerbe tartoznak bele, és egyébként ehhez van is tesztünk, úgyhogy ha valaki majd szeretne ilyen úton elindulni, akkor alapanyagot is tudunk hozzáadni. Következő nagyon-nagyon fontos lépés, meghatározni a feladatokat. Meghatározni azt, hogyha megvan a célunk, és megvan a játékosunk, illetve a játékosunk motivációja, akkor milyen feladatokon keresztül, milyen problémamegoldási helyzeteken keresztül tudjuk előidézni az adott motivációs erőt, illetve ezzel hogyan tudjuk elérni a célunkat. Úgy gondolom, hogy ez az egyik úgymond kreatívabb része a történetnek, hiszen itt kell gyakorlatilag személyre szabnunk magát a rendszert, ami igencsak nehéz tud lenni, hogyha sokféle felhasználónk van, sokféle játékosunk van. Erőforrások. Nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy oktatási környezetben, és én is így csináltam annó, a legegyszerűbb papírceruza alapon elkezdeni a történetet. Én letanítottam körülbelül 3 évet úgy, hogy az egyetlen digitális eszköz a játékosat rendszer egy Excel táblázat volt, amit küldtem hetente a tanulóimnak visszajelzés gyanánt. Egyébként a papírceruza alapon ment gyakorlatilag minden. Viszont, hogyha valakiben van affinitás, például a webfejlesztés irányába, és mondjuk WordPress keretrendszerbe tud dolgozni, ami azért annyira nem nehéz, vannak nagyon jó ingyenes pluginok, ingyenes kis szoftverek, amelyekkel fel lehet dobni például egy ilyen weboldalat, akár a GamiPress nevű kiegészítés, meg hát természetesen vannak dobozos termékek, meg egyedi fejlesztések, de én nekem az tapasztalatom, hogy ezeket egy picit nehezebb beszerezni, úgymond. Igen, nagyon fontos azt hiszem ügyre venni, vagy szem előtt tartani, hogy mennyi időre tervezünk. Sokan beesnek abba a hibába, hogy nem határozzák meg, hogy még a játékos rendszernek mikor van a kifutási ideje, meddig tudunk elmenni vele. Ugyanúgy lehet tök jól használni a játékos megoldásokat, például egy témahétre, vagy egy adott akár vizsgára, vagy feladatra, illetve egy egész évre, vagy fél évre. Fontos látnunk azt, hogy ezen mi a pozitívum, mi az előnyei, hogyha mondjuk egy évre tervezünk, akkor sokkal több tartalmat kell gyártanunk, például sokkal komplexebben kell gondolkodnunk azáltal, hogy miket tehet a felhasználó, jobban kell balanszírozni a rendszert. A jó hír az, hogy ha egyszer összeraktunk egy ilyet, akkor nagy eséllyel már tudjuk használni legközelebb is, minimális változtatásokkal. A lényeg az, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy ha mondjuk egy hétre tervezünk, akkor milyen erőforrásokat igényel a folyamat, ha egy évre, akkor pedig milyeneket, és mi a pro kontra a célunkhoz, illetve a feladatunkhoz mérten. És végül nem utolsó sorban rendkívül fontos az, hogy a komplexitását a rendszernek meghatározzuk. Sok helyig ment a vita arról, hogy ezek a rádobunk valamire pontrendszert, az mennyire lehet működőképes, vagy mennyire szükséges az, hogy egész kerettörténetet alakítsunk ki a rendszerünk köré. Én azt mondanám, hogy ebbe is inkább az a döntő, hogy mi a célunk. Lehet, hogy egy pontrendszer tök jól működhet egy adott esetben, és lehet, hogy egy kerettörténet már túlságosan elviszi a fókuszt, de ugyanakkor meg lehet az, hogy a pontrendszer nem lesz elég motiváló. Illetve ami meg még erősebb lehet komplexitás szempontjából, hogyha elkezdjük bevonni a felhasználókat, bevonjuk a tanulókat, és úgynevezett user-generated contentet is létrehozunk, ami abból áll, hogy a tanulóink is fejleszthetik akár évközben a játékot, és megteremthetnek maguknak például a különböző kihívásokat. Ha valaki neki állna tervezni, akkor ugyan üzleti oldalról jön, de az edukációs színában is tök jól használható a Gamification Canvas modell.
ennek az a lényege tulajdonképpen, hogy egy folyamatot vázol fel a tervezés, szervezés során, és különböző lépéseken, példákon keresztül mutatja meg azt, hogy ha elkezdünk mechanikákat bedobigálni a rendszerbe, a dinamikákat, akkor milyen gondolatmenet mentén tudunk ez előre haladni. Nem tudom, hogy a diát majd megosztjuk-e valamikor. Jó, én nagyon szívesen megosztanám, akkor ezekhez hozzá lehet férni, és ki lehet próbálni. Jó, és akkor néhány példát nézzünk meg. Oktatás első körben. Egyre elterjedtebbek lettek azok az online classroom, vagy online tanterem megoldások, aminek az a lényege, hogy tulajdonképpen a tanár beregisztráltatja, a tanító beregisztráltatja a gyerekeket, és magát a visszajelzést azt ebben a virtuális tanteremben kapják, ami egyébként lehet iszonyat jó és iszonyat motiváló. Ez a Classcraft nevű felület, amelynek pont az a lényege, hogy a beregisztrált tanuló kap egy avatárt, kap egy karaktert, és annak függvényében, hogy ő hogyan teljesít az osztályteremben, milyen jegyeket kap, milyen pontokat kap, ezt fejleszti, és ezek aztán meg is tudnak mérkőzni egymással, tehát gyakorlatilag a harc, mint olyan, meg is jelenik az osztályteremben, úgyhogy ebbe a virtuális védett környezetben marad, és így működőképes lesz. Picit tovább haladva az üzleti világba, egyébként kicsit hasonló a mechanizmus itt is. Ez egy ilyen Hive nevű szélzes platformnak egy ilyen gamification változata, aminek az a lényege, hogy van egy profiloldalunk, amihez ugye beadjuk az adatainkat, a céges adatokat, stb. És a profiloldalon úgy jelennek meg a különböző jutalmak, a különböző rewardok, a különböző achievementek, ahogy mi a munkánkat végezzük. És az érdekes, hogy ezek a rendszerek nem szólnak másról, mint a visszacsatolásról, de már így is akkora pozitívummal tudnak hozzájárulni a munkavégzéshez és a motivációhoz, hogy igencsak kimutatható növekedést tudnak generálni a hatékonyságban. Turizmus az egy kedvenc példám. Néhány hónappal ezelőtt voltam egy konferencián, ahol találkoztam ezzel az applikációval, amit Alsó Mocsolád fejlesztett ki. Nyújtsa fel a kezdet, aki hallott már Alsó Mocsoládról. Tök jó, ez egy 300 fős település, község, saját pénznemük van, tehát elég progresszív hely, és ők kitalálták azt, hogy van Alsó Mocsoládnak egy meséje, és kitalálták azt, hogy geolokációs megoldásokkal Alsó Mocsolád turisztikai nevezetességeit belevonják, beleépítik ebbe a mesébe, és ha valaki letölti az applikációt, akkor a község körül úgy hallad végig, hogy akkor követi az alkalmazást, és egy mese keretén belül megnézi a látványosságokat. Szerintem ez iskola példája egyébként a játékosításnak, tökéletesen megmutatja azt, hogy a technológia, illetve a játékos gondolkodás találkozásával miket lehet létrehozni. És végül, nem utolsó sorban, egészségügy. Hogyha valakinek van iPhone-ja, vagy szokott járni esetleg edzeni, és használja a telefonját, okos karkötőjét, akkor ismerős lehet a bal oldali kép. Tulajdonképpen arról szól a történet, hogy az okos karkötő edzés során ugye veszi azt, hogy hány kalóriát égettünk, milyen energia kifejtést hajtottunk végre, és ezt tárolja, és ezekhez kapcsoltan különböző teljesítményeket, különböző jutalmakat, jelen esetben badge-eket, kihívásokat társít, és kapunk visszajelzést erről. Alapvetően ez is egy viszonylag egyszerű dolog, arról szól, hogy kapunk statisztikát arról, hogy mennyire jók vagyunk, meg néha megdicsér a rendszer. Na most a jobb oldalon egy hasonló alapelven működő, de egy picit komplexebb történet látható, ez a Zombies Run nevű játék, aminek az a keret története, hogy hát posztapokaliptikus világban élünk, szaporodnak a zombik, és nekünk az a feladatunk, hogy túléljünk, és úgy tudunk túlélni, hogy különböző túlélő csomagokat
csomagokat veszünk fel a város vagy az általunk jelölt terület különböző pontján. Tehát gyakorlatilag, ha mi kimegyünk futni, mert hogy tényleg kimegyünk futni, akkor indítjuk ezt a játékot, megmondja a játék, hogy éppen hova kell mennyi adat elérnünk, és akkor nekünk oda kell érni. Pikantériája még a dolognak az, hogy ha fülhallgatóval játsszuk, akkor ahogy közelnek a zombik, úgy hangosodik fel a zombi lihegés a fülünkbe. Tehát, hogyha esetleg valaki affinitást érez e felé, akkor ki lehet próbálni, furcsa élmény. De ugyanakkor lehet motiváló. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha valaki még érdekelt a témában, és picit tudományosabb oldalról is el szeretne merülni a játékosításban, akkor ajánlom a kutatóközpontunk alapítója, From Marici által megírt játékos lét című könyvet, amelyben egyrészt tudományos oldalról, másrészt pedig gyakorlati oldalról láthattok példákat, meg különböző gyűjteményeket arról, hogy mi is az a játékosítás, és hogyan működik. És hogyha valakinek majd esetleg kérdése lenne, akkor nyugodtan írjon nekem, vagy hívjon fel, keressetek meg. Köszönöm szépen a figyelmet! Jó, én Kovács Gergely vagyok, és játékostás, egyrészt köszönöm, hogy egy ilyen hosszú nap után még ennyien itt maradtatok, vagy itt maradtak, és úgy gondolják, hogy meghallgatják azt, amit itt szeretnénk a következő. Próbálom összefúzni, mert látom, hogy mindenki fárad, és láttam az előadásnál is mentek az emberek. Nem azért, mert nem volt izgalmas az előadás, hanem azért, mert ugye lassan haladunk az estébe, és imád így fáradunk. Én Kovács Gergely vagyok, és az én kutatási területem az a játékosítás valamilyen szinten, de itt látszik az a három betű, ami fönt van, ez a kiterjesztett valóság, a virtuális valóság és a mixed reality, ami azt jelenti, hogy mi azzal foglalkozunk, hogy hogy tudok katonákat arra venni, hogy valami jót csináljanak tényleg egyébként, mert környezetterhelés csökkentés az, amit most dolgozunk minél többen, hogy a katonák nem menjenek 600 ezeren ki a határa, és lövöldözenek titál összele, és tanul, ugye 20 éven keresztül nem lehet oda kimenni, még őzekkel, meg senkivel, hanem inkább szimulátorban gyakoroltassuk őket, ne lövöldözenek, ne csináljanak semmit, és egyébként, hogyha valamit egyáltalán csinálni kell, akkor azt ne úgy csinálják, hogy rádobják a városra az atombombát, hanem egy emberrel foglalkozzanak, ne pedig egy egész, mondjuk egy egymilliós várossal. Tehát, hogy és nyilván a kutatási területem kapcsán fölmerül az, hogy tudom a katonákat arra rávenni, hogy a körzetet védjék, és hogy tudom minél jobban elérni azt náluk, hogy ez egy élmény legyen, és ne a hagyományos utat válasszák. És ezért nyilván a játékostás az nálam is szerepel. Ezen kívül, amivel foglalkozom, az itt látszik fönt ezt így kell mondanom, amit látom, oktatás, a haderő, arról az előbb már beszéltem, a kommunikáció és az ipar 4.0. Itt a játékosítás, hogy oldjuk meg. Itt az előző példákat már látták, hogy milyen jó megoldások vannak egyébként arra, hogy motivációt növeljünk, vagy immerzivitást. De ezek közül a legtrendi dolgok egyébként szerintem most, amik a legmenőbbek, az a kiterjesztett valóság és a virtuális valóság. És én nem is úgy tűztem, tehát a mai célom az lenne egy kicsit, ki az, aki VR-ral, AR-rel, vagy bármi ilyesmiben már foglalkozott, kipróbálta, játszott vele, virtual reality, vagy kiterjesztett valóság is? VR, jó. Kiterjesztett valóság, HoloLens, meg egyéb ilyen dolgok, szuper. Egyébként, aki még nem, azoknak hoztam, mindjárt belemegyek, mert tudom, hogy bonyolult, vagy nehéz. Tehát, hogy nem, megpróbálok nem eljönni, de közben az eszközöket mutatni. Tehát, hogy egy VR szemleg az így néz ki, ez egy kicsit még ilyen furának tűnik, de egy nagyon komoly, az előbb ugye láttuk az előadásban, hogy mit csinálnak a hadseregnél, hogy egyébként ugye ezek a first person shooter játék, az FPS volt, amit a kollega mondott, és egyébként ennek az a lényege, hogy rendkívül immerzív, tehát simán lehet, hogy egy játékos elkezd egy ilyen FPS játékkal játszani, és 10 órán keresztül még enni sem megy el, meg a mosdóba sem megy el. Tehát rendkívül hatékony eszközök, ezért kell jól megfognunk, hogy mire használjuk, mi pedagógusok, vagy akik foglalkoznak azzal, hogy valami szebb világot teremtsünk.
Egy kicsit majd erről mindjárt beszélni fogok, és a mai előadásomnak a célja nem az, hogy még több játékosítós, hoztam egy pár példát, a végére hagytam, hogyha elfáradunk, akkor azok maradjanak le. Én annak örülnék a legjobban, hogyha valaki nem föláll ma, és elmegy az előadásom után, akkor atomanti módon tudja, hogy mik ezek az AR, VR, MR, AI, mesterséges intelligencia, stb. Tehát kicsit arra hegyeztem ki a mai előadást, hogy ne legyen az, hogy valakinek ez az előadás után újdonságot jelentsenek ezek az újfajta technológiák. Egyébként ezek most tényleg a topot jelentik a játékosítás és minden területen. És hogyha lesz időm, 100-valamennyi szlájdom van, mert a végén azt tudom, hogy meg fogják osztani önökkel, vagy én át fogom adni, és értelemszerűen ott van benne 40 példa, amit mindenki át tud pörgetni, linkeket betettem, azt mindenki magától is tudja értelmezni. Az fontos lenne inkább a magyarázat, hogy mi micsoda, hogy úgy menjünk innen el, hogy ezeket értjük, jó? Betettem egy képet egy kínai iskolából, persze ez nem a legutolsó faluszéli általános iskola, de a városokban ők VR-t használnak egyébként a gyerkőcöknek, jó? És ez csak most ilyen tények, hogy miért érdemes nekünk is odafigyelni egyébként erre a technológiára. Ami egy óriási nagy lépés lesz a kiterjesztett valóságban, mindjárt el fogom mondani, hogy micsoda. Egy óriási lépés, hogy gazdaságilag rettentő nagy profitot tud hozni ez az újfajta technika, ez ugye a kiterjesztett valóság, hiszen a mobilok ugye azzal kellett mindenkinek lecserélni, hiába volt jó a mobil, apukámnak a mobil, mert mindig jó telefonálásra használja, de ahogy bekerültek a kamerák a fényképezés, mindenkinek le kellett cserélni, mert már nem csak telefonálásra használjuk. Az újfajta mobilok, az iPhone 10-es, egyébként most 6 ilyen telefon a piacon, az kiterjesztett valóság kompatibilis, ami azt jelenti, hogy mindjárt látjátok, vagy látják majd a mozaik szavakat, ez a flat VR-ra alkalmas, ami azt jelenti, most nem kénytelen vagyok így mutatni, csak hogy így érthető legyen, hogy mit jelent egy flat VR, mondjuk egy tankönyv esetében, tudom, hogy a mikrofon most nem megy, ugye, de... Igen, csak a kamera megmondom, az kell tenni a mikrofonban. Az is föl lesz téged. Valamennyire. Tehát így néz ki mondjuk egy tankönyv, és akkor itt van egy élő szarvasló. Ez a kiterjesztett valóság egyébként, és ezt ugye egy gyerkőcök ugye meg tudják nézni közelről, meg tudom nézni a szemét, élet meg lehet tettetni, tehát a játékosításnak rettentő sok lehetősége van. Ez egyébként egy nagy kovácsival fejlesztettünk egy tanösvényt, mindenki menjene próbálja ki, ez kint van ott. Ez direkt a tanároknak csináltuk, hogy ingyen le tudják tölteni, letöltik az applikációt, és lehet a tanteremben csinálni játékot a gyerekeknek. Tehát ez például egy tök jó mód, de ugyanez megtalálható egyébként könyvekben is, csak azért gyorsan, hogy akkor érthető legyen, mi a kiterjesztett valóság. Mondjuk itt van ez a sarki csér, most fölírakom az iPad-et vagy a telefonomat, és hát a sarki csér ez életre fog kelni, és ki fog jönni, és itt áll egy igazi, valós 3D sarki csér, és akkor a gyerek azon kívül meg tudja nyomni, és meghallgatja, hogy milyen a sarki csér hangja. Itt a kis állatka mozog, hogy meg tudom nézni, hogy közelről bele tudok menni. Sőt, ugye lehetőségem van arra is egyébként, hogy lehúzom a léjjel tőle, most ugye ez boncolásnál lényeg nehezebb, de itt le lehet húzni, le lehet rántani róla a bőrt, meg lehet tenni csontvásot. Tehát ezért jó egyébként ez a technológia, jó? Visszaszállok. És ezek az újfajta mobiltelefonok egyébként alkalmasak már arra, mert a régiek nem. Abban nincsen még olyan kamera, ami ezt meg tudja oldani, ez fontos. Tehát gazdasági érdek fűződik a nagyvállalatoknál, hogy ezeket a telefonokat lecseréljük, és ezt a platformot fejleszik. Ez egy fontos dolog. A másik, amit hármasnak tettem be, mindig azt szoktam mondani, hogy ha megnézzük a legnevesebb egyetemeknek a tanszékeit, és ott megnézzük, hogy az elmúlt évben milyen tanszékek indulnak, és ott mondjuk egy Yale vagy egy Harvard energiát tesz abba, hogy egy kiterjesztett valóság tanszéket nyisson, és ott diákokat tanítson, akkor én azt gondolom, hogy az már valamit jelent, hogy ez nem egy olyan technológia lesz, mint mondjuk a hajlított tévé a Samsungnál. Tehát, hogy ezért érdemes egyébként ezekre odafigyelni, és egy kicsit jobban is belemegyek. Ugye, ami egy érdekes dolog, hogy a technológiai változások egészen szerintem ilyen 3-4-5 évig nem voltak annyira meghatározóak voltak, de a apukám azt mondta, vagy valaki azt mondta, hogy ő nem akar tudomást venni az újfajta telefonokról, akkor ez így nyugodtan átugorhattuk, és nem kellett vele foglalkozni.
De most már a technoszféra az gyakorlatilag mindent bekebelez, ami azért nem azt mondom, hogy veszélyes, mert ennek van jó oldala is, azért fontos, hogy mi nem hagyhatjuk ezt ki, hiszen mi felelünk azért, hogy a következő felnövekvő generáció mit fog tenni. Hogyha mi nem tanítjuk és nem képezzük őket, és ezeket nem használjuk, ezeket az eszközöket, meg ezeket a lehetőségeket, magunktól veszünk el olyan hatékonyság növelő algoritmust vagy eszközt, ami egyébként máshol megműködik, és ez fontos. Tehát, hogy ezért ezzel megyek tovább, ez az a sok mozaik szó. És ebből én most egy kicsit leszeretném tisztítani. Ezek azok a mozaik szavak, amik így rebdesnek mindenhol. Rettentő sok. AR, FR, flat reality, stb. Ebből én azt szeretném, hogy a közönség kettőt jegyezzen meg, ez az AR és a VR. Ezt használjuk mi magyarok. Nem helyes, de mi ezt használjuk. Az egyik az AR, az az augmented reality, ez a kiteresztett valóságra használjuk, de egyébként ez nem ezt jelenti. De a kiteresztett valóság, amikor itt összekeveredik valami a térrel, és megjelenik a kis szarvas, amit az előbb mutattam. A VR az meg az a katonás dolog, amit ugye az előző prezentációban láttunk, az a FPS játék. Az meg egy érdekesség, hogy például ugye a kutatási területem kapcsán mi foglalkozunk ezzel a szimulátorral, és az előző előadónak elmondtam, hogyha legközelebb előadást tartul, akkor nyugodtan mondja el, hogy ez nem csak rekrutálásra használja az amerikai hadsereg ezt a játékot, ugye ezt a lövöldözős. Ennek a napi aktív felhasználó száma 5 és 10 ezer játékos között van. És ezek public dolgok, tehát nem árulok el titkos dolgokat a mi kutatásainkra meg a dolgunkról. Ez a játék egyébként 5-10 ezer aktív felhasználó azt jelenti, hogy 5-10 ezer ember, akinek képessége van arra, hogy megoldjon egy feladatot, ezek ott vannak aktívan. Úgyhogy ők azt csinálják, hogy fölküldenek egy ilyen kb. Ekkora nagyságú drónt egy afgán falu fölé. Ez 30 perc alatt be 3D szkenneli ezt a falut. Az anyahajónalon a mélységi felderítők indulnak, nekik van egy ilyen 20-20-as szobájuk. Ott ilyen VR, ma mutatok fényképet róla, ilyen VR szemüvegbe játsszák le azt a küldetést, amit őket le fognak dobni helikopterrel 3 óra múlva. És közben 5-10 ezer játékos, úgyhogy fogalma sincs róla, ugyanazt a terepet játsza végig egy pályán, és minden adott egyébként, ugye ez a nagyon nagy csoda egyébként ezekben a digitális platformokban, hogy rendkívül sok információnk van, és nagyon gyorsan tudunk változtatni a játékmechanizmuson, hogyha játékostársról beszélünk, majd erre mutatok példát a saját fejlesztésünknél. Tehát rendkívül gyorsan lehet, nem kell megvárnom, mint egy offline játéknál, hogy mi volt a visszajelzés, töltse ki a kérdévet, azonnal láttam, hogy mi történik, belenyúlok, és egy perc alatt hatékonyságot növelek. Tehát látom, hogy elvesztek valakit egy lépcsőnél, de ez nagyon gyorsan változtatható, mert ennyi nekem átcsavarni, és ugye ő ezt csinálják az amerikaiak ezzel a játékkal, tehát hogy azért elég okosan. Igen. Egy ilyen VR szimulátoron. És gyakorlatilag ugyanazt, ami ott lent történik, azt lehet. Mondok egy példát. Másik valóságos környezetben megvalósítani. Ez régen úgy nézett ki a katonáknál, hogy volt egy ekkora tér, gipszkartonból felállították azt a falu bejáratot, amelyet ki kellett emelni a turbános bácsit, vagy a szakállas bácsit, és a katonák ezt elgyakorolták, ott így beruhantak ebbe a gipszkarton házba, kiabáltak, berúgták az ajtót, és kipróbálták. Most ez úgy néz ki, hogy ők nyilván a hírszerzés tudja, hogy körülbelül milyen ellenséges erővel kell számolni. 30 darab afgán katona, RPG-vel, gépkarabéllyel, stb. Meg van még egy páncélos autó. A drón elrepül a falu fölött, megvan 3D szkenbe, és ennek a lényege nem pont az, hogy a motorikus mozgást, amit a katona végig visz és begyakorol, úgy érkezik meg a harctérre, hogy nem is érti az ellenfél, hogy lehet az, hogy jobban ismeri a falut a katona, mint az anyukája, aki ott lakik 60 éve.
Mert ő azon a végigmegy, azon 3D-ben. Majd mutatok rá a szimulátort, jó, hogy néz ki egy ilyen 360-as treadmill. 360-as futópadot használnak. Fölvettem én is magam, bent nálunk a laborban használunk ilyet, ahol lehet így fölvenni ilyen szemüveget, és ahova engem eltesznek, ott én tudok futni, lövöldözni, bármit csinálni. Az a lényeg, hogy oda kerülök egyébként, amit a drón fölvett. És azok a játékosok, FPS játékosok, akik játszanak ezzel a harci szimulátorral vagy játékkal, ugyanezt a küldetést megkapják 30 afgán katonával, RPG-vel, mit tudom én, páncélautóval, stb. És végigjátszák. És elfognak, az első gyerek oda megy, eltalálják. És ez az összes információ bejön, és látják, hogy hogy döntött 5000 ember ebben a szituációban. És azt mondják a tengerészgyalogosnak, hogy vigyázzatok, mert ha azon a sarkon kijön, 2000 ember úgy döntött, hogy balra néz, de jobbról előtték. És akkor a katona, amikor megérkezik, nem fog balra nézni, jobbra néz, ettől még nem biztos, hogy jobbról jön a afgán katona, de tudjuk, hogy ott valami lehet, mert lehet, hogy egy kis doboz ott van, és egyébként a térszkennerek ezek nagyon profik, tehát ne úgy képzeljük el ezeket a grafikákat, hogy egy ilyen Commodore 64-es, hanem tényleg jól néz ki. Tehát az, a VR, hoztam mintát rajtam, majd bekapcsolom itt az előadás után, hogyha valakinek van kedve. Én azt szoktam mindig kérni, hogyha valaki fölveszi és játszom, hogy üljön le, mert elesik. Tehát, hogy nekem is szokott lenni, hogy otthon ülök, és valamit fejlesztünk, és próbálok valamit, otthon ülök a trikóba, egy rövidnadrágba, a konyhába, és 20 perc múlva azt hiszem, hogy én vagyok a császár. És utána, amikor leveszem, akkor látom, hogy nem, mert egy trikóba ülök a albérletbe. Tehát, hogy jó, de mondom, mutatok majd rá példát, hogy próbálok haladni. Tehát itt látszik az, ami, ugye az előbb volt az a sok mozaik szó, kiteresztett valóság, virtuális valóság, mindjárt látjuk, hogy mi a különbség közte, de a következő 2-3 évben, és én a csapatot most arra tréningelem, hogy a következő 5 évre lesz elég muníció arra, hogy milyen technológia várható. Most a következő 2-3 évről beszélek, ez a mobil VR, ez azt jelenti, ezt már lehet látni, hogyha valaki előveszi a YouTube-ot és a telefonján a YouTube csatornát néz, alul van egy kis szemüveg, ott lehet látni. Ez a YouTube, Facebook, Instagram és a többi csatornán már van. Ami azt jelenti, hogyha valaki, a GoPro-t mindenki biztos ismeri, az új GoPro egyébként az így néz ki, ez egy 360-as VR GoPro, ami azt jelenti, hogy most itt fölveszek valamit, akkor ezt egy az egybe beszívtuk ezt az egész teret, és nem csak azt vettem fel, ami erre volt, hanem az előadást, engem, bármit. Tehát, hogyha ezt én visszanézem VR szemüvegbe, akkor az adott illető az ott van. Én a nyaralásaimat ezzel szoktam fölvenni, utólag föl lehet venni, körbe lehet nézni, látom, hogy merre mentek a madarak, stb. Stb. Ugye ez a, nyilván ez a GoPro-nak a VR sztoria. Ez a mobil VR miatt van, ami azt jelenti, hogyha valakinek nincs ilyen szemüvege, akkor is előveszem a telefonomat, ráklikkelek a YouTube-nál arra a kis szemüvegre, és így körbefordítom a szemüveget, biztos lehet, hogy próbálták, ha nem, akkor próbálják ki. Körbefordítom, ugyanúgy körbe lehet nézni. Tehát a videó az már nem csak egy fix szembeni kamerakép, hanem full 360. Ugye ez a mobil VR és a web VR, ez ezt jelenti. Ez elérhető most, 2 éve használt technológia, nagyon sok videó van rajta, nagyon sok platform, stb. Stb. A flat reality az a kiteresztett valóságnak a lapos, ugye úgy hívjuk, hogy lapos részei magyarként, mert azok az eszközök, amik erre vannak, mindjárt rá fogok menni, ezek nagyon drága eszközök, amivel kísérletezgettünk, meg próbálkozunk, ez egy ilyen 3-5 évvel lévő működő technológia lesz. Tehát ezt az effort használjuk, ez jelentette, hogy az iPad, amit mutattam az előbb, kijön a szarvas, azért hívjuk flatnek, mert ugye egy lapon van rajta. Mert ha fölveszek egy HoloLens-et, akkor 3D-ben van a szarvas. Ultra jól néz ki, csak másfél millió egy szemüveg. Tehát az még úgy nem lesz mostanában senki rajta. Jó, és a 3 videó ez, amiről az előbb beszéltem. Tehát most ezzel kell foglalkozni. De az a két technológia, amit ott látunk fönt, az a full VR, meg az MR, az a Mixed Reality, ez jön. Ez 3 év, és mindjárt belemegyek, hogy mi az, amire érdemes figyelni, jó? És most pedig nagyon egyszerűen szeretném elmondani, hogy mi a... Hoztam egy ilyen kacsás példát.
A virtual reality az, amikor a kacsa egy másik világban van, és ott minden körülötte egy virtuális tér. Ezt föl lehet építeni úgy, hogy én ebből a kamerával fölveszek egy valós képet, és én beleteszem a közönséget, vagy bárki, aki VR-ozik, de föl lehet teljes 3D modellből is építeni. Ez a VR. Itt fontos, hogyha interaktálok, vagy valamit teszek, ugye az előző példánál volt a játékos testnál, hogy mi van a VR térben, de sok esetben teljesen elszed a való világtól, de egyébként egy kicsit azt abban vitatkoznék, hogy ez mennyire, ugye múlt, azt hiszem az előző adásban úgy volt, hogy játék és játékosítás, és a játék az teljesen, ugye ezért van az, hogy a VR játékok azok ugye nem játékosítás, hanem játék, mert egy olyan világba helyez, ahol teljesen más minden, de ez fontos, hogy mi ezt használni fogjuk. És önök is, vagy ti is használni fogjátok a jövőben, mert ez a VR platform, ez egyébként lehetőséget ad nagyon szuper játékosításra. Tehát nem csak játékra is lehetőséget ad, de játékosításra is. Tehát ez a virtual reality. Az augmented reality, amit az előbb mondtam, és ezért nem használjuk mi magyarok jól a szót, mert mi egyébként erre használunk mindent. Az augmented reality az azt jelenti, hogy van ez a tér, ahol most vagyunk itt, és ebben megjelenik egy olyan eszköz, vagy egy olyan tárgy, vagy egy olyan bármi, ami nem ide kapcsolódik. Ilyen volt a szarvas az előbb, ugye? De ez fontos, hogy ez a szarvas lebegni fog. Tehát azért hívjuk kiterjesztett valóságnak, mert nincs interakcióban, nem interaktálok a jelen térrel. És a másik, és ezért használjuk meg egyébként rosszul ezt a szót, a kiterjesztett valóságot, mert ez egyébként mindegyik az. Tehát az angolok ezt úgy használják, hogy kiterjesztett valóság az a VR, AR, MR egybe, de mindegy. A mixed reality, ez azt jelenti, és ezért fontosak az újfajta telefonok, az iPhone X és a többi, mert azok mixed reality képesek, és ugye itt van az, amit az előbb mondtam, hogyha egy kacsát ráteszek az asztalra, és én ide jövök, a telefonon valaki nézi a kacsámat, és én ide jövök, és így meglököm a kacsát, akkor az le fog esni. Tehát érzi a processzor, és a kamera, mert a mélységélességet vesz a kamera. Tehát ez két kamera van egy ilyen telefonon, és ő érzékeli ezt az asztalt. És ha a kacsát tolom, akkor nem tudom neki tolni az asztalnak, mert ott az asztal. Tehát az a lényeg, hogy ez a mixed reality, ez azt jelenti, hogy interaktálunk ezzel a térrel. Na ez lesz az igazi platform. Mert az AR, amit használunk, az egy ilyen, itt lebeg a kacsa a szemem előtt. Hogy az úgy jön mindenhova meg úgy. Jó egyébként, nagyon látványos, de amikor mixed reality-t használunk, az egy tényleg olyan, mintha itt lenne. Tehát egy HoloLens 2-ben ez egy olyan dolog, hogy ez tényleg csoda. Tehát nagyon sok emberbe fog szívni. Szólok, érdemes készülni rá. Jó, így néznek ki a kacsák együtt. És akkor gyorsan, erre nem szánok időt, a történelem, ha valakit majd érdekel, akkor visszanézi a prezimből, jó? Ez viszont fontos. Tehát ez, amit az előbb mondtam, hogy most jelen pillanatban egy jó VR eszköz, vagy egy jó AR, vagy MR ilyen kütyű, az nagyon drága. Tehát egy jó VR, egy ilyen szemüveget szeretnék, ami ilyen FPS, ugye, amit az előbb mondott a kollega, játékot akarok játszani, az egy 1 millió forintos számítógép. Számítókapacitás. Ugye ugyanúgy, mint 20 évvel ezelőtt még egy egész szobát megtöltött egy ilyen számítógép. Tehát most még nagyon drágák a dolgok. De ami viszont nagyon fontos, és itt vannak a tipper statisztikák, hogy lesz nekünk 2025-ben 500 millió emberünk, aki ezzel molyol. 500 millió. Tehát én tanárként ott állok, figyelek. Bármit, ez egy pont, ez a lényeg, hogy jó. Jó, és bocsánat, és ugye a beszédtanárom mindig azt mondja, hogy ezen valamit csináljak, mert ha valaki leesik a gyorsvonatról, akkor azt nem éri többet utol. Úgyhogy légy szíves, állítsanak meg, vagy állítsatok meg. Igen, bocsánat, elnézést. Sajnos ez küzdök vele. 15 éve. Tehát ti is múltban, jelenben és jövőben is élek. Hála jó Istennek. Így van.
próbálok. Tehát az, hogy az én személyiségkasadásom mentem keresztül, vagy jó? Vagy nem tudom, próbálom lefordítani. Most mondott egy nagyon izgalmas dolgot az egyik előadáson, azt mondta nekem, hogy utána oda mentem és megkérdeztem, hogy na jó, de akkor leszünk-e még 100 év múlva, vagy most akkor végeztünk, és akkor itt kezdünk el izgulni a Terminátorok helyen, és mondta, hogy Gergely, ne izguljon semmiért, az evolúció az lesz, csak maximum mi nem vagyunk benne. Tehát én nem tudom, én amit tudok mondani, hogy én itt végeztem egyébként a Wesleyan, és akkor én elhatároztam, hogy én egy olyan természetvédő, környezetvédő ember leszek, aki ha kell, akkor panda jelmezbe odaláncolom magam a Orbán Viktor kocsi el, és nem tágítok. De rájöttem, hogy ezzel sokra nem megyek, mert nem leszek hatással a közön. Tehát, hogy én azt tűztem ki célul, hogy próbálok mindent magamba szívni, megérteni ebből a világból, ebből a teki dologból, és olyan dolgokat csináljunk, vagy fejleszünk, ami egyébként előnyünkre válik. Hogyha mi ebbe, és önök is, vagy ti ebben nem veszünk részt, ez akkor is lesz. Csak Big Brother lesz a VR-ban. Megszülök, nekem is van 2 gyerekem, hogyha ez Big Brother tudnak nézni a VR szemüvegen, akkor ezt nem szeretném. Úgyhogy nem tudok más tenni, mint hogy ezeket a könyveket kiadjuk, környezet és természetvédelem, környezeti nevelés, stb., hogy legyen egy ilyen, mert egyébként tőlünk függetlenül ezek megtörténnek. Tehát mondhatjuk azt, hogy egyébként még cserkész is vagyok, és nálunk a cserkészeknél be van tiltva a mobiltelefon használat. Kirándulásokon, meg foglalkozásokon. És mondhatjuk azt, hogy mindent mi betiltunk, és mindenkit eltiltunk mindentől, de az akkor is ott lesz a táskájában. 3 éjszakát végigolvastam a Bibliát a gyerekekkel, aki elhozta a telefonját, ma megbüntettem őket. De ott lesz nála. És innenkor az a megoldás van, hogy hozunk egy olyan teki megoldást, amit szeret, és egyébként nem Pokémont vadászik az erdőbe. Jelen pillanatban Magyarországon a Pokémon fajok, azt se tudjuk micsoda, tehát Pokémon fajokból fölismernek a gyerekek 10-20-at. Pikachu meg, Pukicsú vagy, mit tudom én. De majd a végén betettem egy, nem tudom, hogy a madár applikációt valaki használja vagy nem, az a Wesleys diplomamunkám volt egyébként, ez a madárhatározó, a saját fejlesztés, és a madárhatározóban elértük azt, majd ezt a szlájdot kiadjom, mert ott akartam erről beszélni, hogy a 3,5, tehát az átlag felhasználók betettünk egy játékot, és 3,5 madarat ismertek föl. Nagyon sokan elvéreztek egyébként a gólya sirálynál. 120 000 felhasználónk van, tehát a gólya sirálynál elvéreztek a magyarok, szomorú, elvéreztek. Most 15-nél tartunk. Tehát fölhúztuk odaig ezzel a játékos dologgal, meg applikáció, meg ARVR, hogy 15, 120 000 felhasználónk 15 madarat fölismer. Csoda, hát ünnepelek, hát minden nap egy boldogság. Tehát, hogy, és én ezt szeretném, hogy ezeket a kütyüket akkor fordítsuk jóra, és én akkor próbálok annyira az országot járni, és minél több embernek megtanítani ezt a technológiát, hogy kezdje el használni, mert szuper dolgok vannak benne. Ha mi nem tesszük, akkor a Földnek a sötét oldala jön. És akkor first person shooter lesz, lövöldözős, meg a mit tudom én, micsoda, Big Brother. Tehát ez jön. Ez most akkor így csatoltunk vissza erre a 10 perces monológra. Jó, ezeken megyek tovább, ezt csak így azért tettem be, hogy bocsánat, figyelek. Nem, csak annyit akarok hozzáfűzni ezt, hogy
Hála jó Istennek, köszönöm, 43-as vagyok, de azért. Lesznek még olyanok, mint mi, vagy én, vagy bárki, aki küldetésnek próbálja ezt, küldetésként próbál megélni, de azért jelzem, hogy betettem egy pár példát is, hogy vannak ingyenes platformok, amik elérhet, mint az előbb a gamificationnél is, ahol lehet egyébként játékosítani, meg a kahutos kvíz, most tudom, hogy nincsen sok esetben projektor, vagy bármi, de okostelefonjuk van. És az okostelefonok VR képesek. Ezzel a $3 kütyűvel, ami itt van. Még gomb is van rajta. És 360-as meglepő, de Magyarországon 360-as tartalomból nagyon sok van. A Pákozdi csata, március 15, rettentő. Imádják a gyerekek. És ha már csak színesíti kedves Ádám az óráját, itt a jövő. Persze még nem az lesz, mint a kínaiaknál, hogy mindenkinek ez van a fején. A legújabb HTC Vive-ra a kínaiakon csak jelzem, hogy annak a kütyűnek darabja 200.000 forint. Tehát, hogy ez nem egy olcsó dolog. És az úgy teljes platformon kapják a gyerekek. De mi ezzel főzünk, úgyhogy nekünk... És egyébként én bízom benne, hogy ahogy ez el fog indulni, van egy pár olyan törekvés most is nálunk az egyetemen is, hogy olyan fejlesztések történjenek, ami a tanárokat segíti, és le tudják ingyenesen tölteni ezeket az applikációkat, tudják színesíteni az óráikat. Persze még, és ugye nekünk itt van a kis magyar nyelvünk, ami azt is okozza, hogy angolul van nagyon sok ilyen ingyenes tartalom. Én azt gondolom, hogy nyomnunk kell, hát nincs más. Most ezt engedjük akkor. De nagyon megköszönik a diákok. Tehát, hogyha egy ilyen szarvas előjön már az órán, akkor plusz én azt látom, hogy járok ki erdei sulikba órát tartani, és azt látom rajtuk, hogy még 10-nek fölcsillan a szemet. És eddig tudják ők, hogy ezt használták a mobilt, de most már ez is lesz. És viszik haza, és letöltik, stb. Jó, itt ez csak egyébként konklúzió, az elmúlt két szlájd az miről szól. De közben átléptem és válaszoltam a kérdésre, hogy ilyen sunyi módon csinálom, mert sok szlájdom van, hogy az előző szlájdon bizonyítottam azt pár statisztikával, hogy hol tartunk, hogy ez lesz, tehát hogy ebbe bele kell szállnunk. A másik pedig az látható, hogy egy teljesen új platformról van szó, teljesen mondja, hogy mit csinálunk, újszerű szeretik. És ezt mindenki kihasználja a for profit világba. Tehát, hogy mindenki kihasználja. Nekünk is ki kell. Tehát bármit adok VR szemüvegen valakinek a fejére, azt mondja, hogy csoda. Csak ugye mennek a Chio Chips reklámok, meg a stb. Jó? Tehát ugye azért kéne nekünk. Itt vannak az... Figyelek. Nekem van egy olyan kérdésem, hogy erre mennyire vannak mérések. Azért kérdezem, hogy ezt elfogadják a diákok, szeretik, alkalmazkodóak, mert én például saját iskolámban igyekszem újítani és különböző új technológiai megoldásokat alkalmazni, és én pont az ellenkezőjét tapasztalom. És középiskola. Tehát, hogy nagyon nehezen alkalmazkodnak a diák. De mihez? Egy új eljárásról vagy technikával? Igen, tehát például mondjuk interaktív módon iratni dolgozatot, számítógépen, mobiltelefonon dolgozatot iratni. És ez nem. UX, ez a legfontosabb kulcs.
ami, na mindjárt mondom, tettem be szállt erről direkt, hogy ennélkül sem menjen senki az a user experience. Nagyon könnyű, ez az immerzív technológia, nagyon könnyű, 30-40%-kal hatékonyabb a tanulás ezekkel az eszközökkel. Viszont van egy óriási buktatója. Itt az egyén dönt, és ugye ezt hívjuk UX-nek, meg UI-nak, user experience, user interface. Mi kerül elé, és ez vonatkozik nem csak ezekre az eszközökre, hanem bármilyen olyan digitális platformra, amihez ők hozzászoktak. Mondok egy példát. Bejön a középiskolai tanár, nagyon boldog, hogy két héten keresztül a Wikipédián végignézte, hogy hogy kell használni a Kahootot, meg a nem tudom mit, és ezért elkezd játszani, de a diák egyébként Snapchaten fut, ahol a gesztus mozdulatokkal lehet igen, nemmel szavazni, és nem kell beírni semmit, sőt hangra működik. Tehát az ő világa, bármennyire is azt gondoljuk, hogy az, ami digitalizáltuk az óránkat, lementünk az ő szintükre, vagy nem lementünk, hanem eszközt adtunk a kezékbe, ez nem így van. Ez olyan, mintha azt mondanám egy autóversenyzőnek, itt a Moszkvics kocsi, go ahead. És akkor tudod, hogy hú, mert messze van tőle. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy nagyon sokat lehet vele tarolni, viszont UX meg UI-ban nagyon patentnek kell lenni. És ezt mondtam, hogy mérhető. Tehát nem lehet olyat csinálni, hogy én ülök és egy fejlesztő vagyok, és a fejlesztő azt mondja, hogy oké, akkor ide teszünk egy kitöltős sort. De ahhoz szokott a diák, hogy ott egy gomb van, akkor ott gombnak kell lenni. És nincs lehetőség arra, hogy írja be a véleményét. Nem fogja. Ha ahhoz szokott a diák, hogy mindig három válasz van, A, B, C, akkor úgy kell játékosítanunk, és úgy kell kitalálni, hogy ez neki kézenfekvő legyen. Ez a UX nagyon fontos egyébként, hogy a digitális játékosításnál, tehát hogy itt nagyon gyorsan el lehet vérezni. Nekünk nagyon sok tesztünk van a madárhatározónál, hogy ezeket az teszt kísérlet a mai napig. Tehát, hogy attól függetlenül remélem mindenki, aki használja, azért sokat adunk bele, csak is szólok, hogy ez egy anonim, de mi folyamatosan teszteljük, hogy mi... Mondok egy példát. Kitettük a sarkicsért, és a sarkicsér alatt volt válasz lehetőség ABC, és utána le kellett ütni alul, hogy ABC. Másik verzió, sarkicsér, és a sarkicsérnél csak azt kellett mondanom, A, B, C, de csúszka volt. Kétszer annyian kezdtek el játszani vele. Míg a másiknál ledobták, és másfél másodpercben kiléptek. És ilyen minimális dolgok. És ugyanez van a színekre, a gombok formájára. Mondok egy másik példát, kiteszek egy kérdést, és ahhoz szokott a Snapchatnél a diák, hogy jobb és bal oldalon van egy nyíl, és azzal tudok swippelni jó oldalra, vagy elmenni, vagy versus lent adok egy ilyen csúszkát. És nem értelmezi. Nehéz, mert adok a kezébe egy floppit, én tudom, mi a floppy, de nézik, hogy ez mi. És ugyanez van itt is. És ugye ezt betettem a prezimbe, 5-10 másodperces szabályunk van, ha az előtt nem tudja megugrani, és nem értelmezi, elvesztettük. És nekem kilépnek a madárhatározónál, hogyha nem figyelek oda, és ezeket nem alkalmazok, akkor veszitek el. Az előnye az, hogy ha digitális platformon fejlesztünk, akkor simán el lehet érni 50-100 embert. Míg tanárként soha. Hát, ha valaki lement az egész élete. Viszont nagyon gyorsan is tudok bukni őket. Tehát, hogy ez a nehéz ebben a... És ezért kell átállítani egy kicsit, és azért mondom, hogy a fut, de nehéz. De hogy nekem is. Tehát én napi szinten tudok vele 8-10 órát foglalkozni, és még én is csodákat látok, amikor így elkezdünk valamit csinálni, és így látom, hogy nem tudja megoldani a feladatot. Föltesszük a tűzoltóra a kütyüt, és nem akarja azt az ajtót kinyitni, amit én mondtam, hogy majd ott kimegy, ott meg tüzet volt. Az keresi az ablakon, hogy mi van. És nem mondhatom azt, hogy azért, mert ő buta. Nem, én nem találtam meg azt, amit egyébként neki. És ugye ugyanez lesz a diákoknál is. Tehát ez fontos, hogy bár azt gondoljuk, hogy digitális, kocsi, de Moszkvics és nem Forma 1-es. Jó, ezek a kütyük egyébként, amit mutattam, ezek a VR eszközök, amikor virtual reality, tehát átmegyek egy másik világba. Ez a kiterjesztett valóság, amit itt
látunk. A legfőső, nekem a bal főső az a Hollandsz egyébként. Ez a legszuperebb dolog, ami létezik a Földön, ez a másfél milliós kütyű. A többi az korán sem ilyen ügyes. Ezek annyit tudnak, hogy mutatja a sebességet, de nem tud teljes grafikát kitenni, stb. Stb. Jó, az meg látszik a flat reality, ami ott lent van, ez a szarvasos. Jó, ez a Hollandsz 2 az, ami szerintem iskolák használni fogják. Elsősorban Amerikában, de egyébként ide hozzánk is be fog majd szivárogni. Bízom benne, ez egy olcsóbb, majdnem fel annyiba fog kerülni, mint a Hollandsz 1-es, és sokkal többet tud, mint a másik. Ez egy szuper dolog egyébként, nagyon kényelmes. Nekem a Hollandsz 1-et, amikor mi használjuk különböző vizsgálatokra, akkor másfél óra után egy Advilt be kell vennem. Ez rettentő, fájdalmas, nem jó. A munkapszichológia szempontból vizsgáljuk, hogy egyébként egy ilyen VR-ba meddig lehet bekötni a gyereket, meg mit lehet vele csinálni. Jó, ez a például Oculus Quest, ez egy szuper dolog lesz a tanároknak. Azt kell tudni ezekről az eszközökről, és most próbálok itt tanítani, minél több információt átadni, hogy ez 3 szabadságfokú. Ez azt jelenti, hogy a diáknak fölteszem a fejére, körbe tud nézni gyroszkóp miatt, tudja mozgatni a fejét, így, de ennyi. Hogyha arrébb megy, akkor ugyanott marad. Tehát nem tudod az erdőbe sétálni. Az Oculus Quest ugyanannyiba kerül, mint ez a kütyű, ez 80 000 forint egyébként. Az Oculus Quest 6 szabadságfokú. Tehát én csinálok egy virtuális erdőt, és az osztályterembe elpakolom a padokat, akkor tudod az egész csapat kirándulni ott. Vagy, tehát most mondok egy példát, kiteszek egy zöld mezőt, rárakok 10 gombafajt, 10 harasztot, meg állatokat, és az egész osztályterem sétálgathat. És a legjobb az ebben az Oculus Quest-ben, hogy együttműködik 15 szemüveg. Tehát ha a diákokra fölteszem, akkor látják egymást a virtuális térbe, és a gyerekek választhatnak maguknak egy avatárt. Ami lehet kismókus, romcájsz, mit tudom én. Lehetnek ők kis állatok. És akkor a kismókusok nézegetik a gombát. Nagyon el vannak vele. Tehát, hogy nagyon. Míg ha azt mondom, hogy nézegessük ezeket a kis lapokat, az 50%-a nem fogja nézni a lapot, mert már mit tudom én, csetel. Tehát, hogy ezért jók ezek az újfajta kütyük. Jó, és ezeknek az ára csökken, és nagyon jó grafikája van egyébként. Ez már szuper dolog. Jó, ezeken megyek tovább, mert nem annyira fontos. Egy dolog, amit meg akarok tanítani a csapatnak, hogyha végighallgatták az adásomat, már ciki lenne, hogyha nem tudnák, mert onnan fogunk mi, most már egy közösség leszünk, elkülönülni a többi halandó embertől, és ez a legnehezebb feladat, hogyha valakire föltesznek egy AR szemüveget, ugye ez a Hollandsz, amit mutattam, 2 év múlva ez egyébként itt lesz, ebből az olcsóbb verzió. Akkor ezek már, és ez a pont a példa a UX-re, hogy ezek már nem úgy működnek, hogy akkor így billentyűzet, meg egér, meg klikker, nincs. Hangutasítás, ő is beszél itt a fülemhez, úgyhogy a többiek nem hallják, és a másik az pedig gesztusvezérlés. És most megtanítom a csapatnak a legfontosabbat, mert onnan lehet tudni, hogy új eszköz van valakinek a fején, ezt lehet látni a kiállításon, hogy állnak az emberek a Hollandsszal a fejükön, semmi nem történik, szólok, mert ez a kütyű, ez csak ezekre reagál. Tehát, hogy 2 mozdulatot kell tudni, az egyik az ez a kibezárás, ez az X gomb fönt a Windows-ba, meg a megnyitok egy valamit. Ez így, ennyit kell csinálni, de itt magam előtt, itt nem jó, itt. És a furán néz ki, de legalább ez a csapat tudja majd kezelni. Kinyitom, bezárom. Kinyitom, bezárom. Nagyon jó, mint a cirkuszban. Így kinyitom be. A másik pedig a klikkelés. Nem ez, meg nem is ez, mert azt már megint nem érzékeli. Hanem ott, mint a képen lehet látni, fönt van, így az ujjunk, így mint egy elbetű, és klik. De itt előttem. Klik. És egyébként működik. Tehát ugye a legfontosabb, hogy ezek a szemüvegnek középen van egy kis piros pötty, mint egy lézermutató, és ahova nézek, oda megy. Tehát rá kell nézni, amit akarok. Egyébként Windows platform, C#-ba programozzuk őket, tehát hogy ez Windows alapú. Tehát Windows menü van.
nem stílus idegen, mindenki ránéz, azt az Windows. Kijön, és Windows ablak, applikációk, ránézek, amire akarok, és klik. És megnyílik. És akkor persze, ha valaki jól beszél angolul, akkor lehet angolul is utasításokat adni, csak nehogy úgy legyen, mint az írek a liftbe, hogy second floor. És ott állnak a másodikon az írek, mert nem megy sehova a lift. Tehát, hogy azért inkább a magyar csapatnak azt szoktam mindig mondani, hogy klik. Jó, tehát, hogy így néz ki az AR platform, minden szemüveg egyébként így működik. Ami AR, ami ez a kiterjesztett valóság mixed reality. Jó? Itt van még egy-két izgalmas dolog, de csak úgy ugye beszéltünk a technológiáról az előbb, Ádámmal, tehát valószínűleg ezt sem fogjuk itthoni oktatásban használni. Ez a Leap Motion, ez egy ilyen kis pici kis kütyű, amit kitesz egyébként a tanár az asztal közepére, itt látszódik, és onnantól kezdve interakció az egész óra. Tehát fölött, amit ha zongorázok, ha kiveszek így, megfogok mondjuk egy, és itt már nem csak ezek működnek, az csak a szemüvegnél van. Ez a Magic Leap, ez a Leap Motion, ez ki van rakva a tanári asztalra, és gyakorlatilag egy ilyen virtuális akváriumot kell elképzelni, ahonnan bármit ki tudok tenni, mondjuk kiszedek egy embert, így fogok egy embert, kihúzok, leveszem a bőrét, így eldobom, rátkirikelek a tüdőjére, kiveszem a tüdőt, kiteszem, és ugye fontos, hogy ezt a táblán látják a diákok, és ha valakinek egyébként ott van az iPadje megnyitva, akkor azon is látja, és most mondom a még jobb dolgot, hogyha e-learning platformról beszélünk, ezt látják mindenhol, aki fönt van ebben a virtuális tanteremben. Tehát a tanár gyakorlatilag órát tud tartani e-learning platformon úgy, hogy nincs ott vele egy diák se. De ezren hallgatják. Ugye ezt egyébként ezeken a e-learning egyetemi kurzusokon már lehet használni. Ez a Leap Motion egyébként, ez egy jó kütyű, és az azon, kinek egy szintén ilyen, az annyiban másabb, mint az előző, hogy ott nagyon sok korlát van, itt már nincs korlát. Ez az úr kinektet kirakja a tanár az asztalra, kiáll mögé, és ott van a virtuális térben. Tehát ő már gombát tud szedni, meg mindent. Tehát nem csak hogy a kezével tudott mahinálni, hanem ő mindent. Ezek a kütyük egyébként nem olyan $400 eszköz. Most tudom, hogy nekünk egyébként nem ezt fogjuk megvenni karácsonyra magunknak, de egy intézménynek, hogyha tud rá szorítani, és tud egy ilyen virtuális tantermet felállítani, akkor nem egy 10 milliós eszközről beszélünk. Azért ez fontos. És az ennek csökkenni fog az áruk, és egy ilyen kis pici kis kütyű ez az azokinek. Jó, ami szerintem fontos lesz majd a tanárok szempontjából, hogy egyre jobban, és ugye ez volt az előző adáson, és ez látszódott, hogy ezek a platformok, például az Apple AirKit, meg a Unity 5-ös, meg a Unity 6-os, ezek olyan platformok, amik most már használhatók olyan embereknek is, akik még sose kódoltak. Tehát nem kell tudni programozni. Nem kell DBase tudás, meg C-sharp, hanem egyszerűen, mint a Photoshop, vagy mint a PPT, lehet modulokat húzogatni. És szépen össze lehet rakni egy órát. Már úgy órát, hogy tanórát. És itt meg betettem az EON-nak egy kezdeményezését, ami szerintem szuper, az EON Creator. Ebből van egy ingyenes próbaverzió, és akkor utána fizetni kell sajnos, de az intézményi szinten meg lehet ugrani. Ők csináltak egy tanároknak szóló olyan AR kitet, amivel össze lehet rakni egy tanórát. És a legjobb az, hogy játékosítási elemeket is alkalmaz. Először össze kell rakni egy algoritmust, hogy néz ki az órám, ez mindjárt látszani fog, hogy még ez egy BIOS óra, benne van 3000 3D modelljük, mozdonytól kezdve autós dugattyúig, meg történelem, meg katonának a páncélja, meg a nem tudom, és összerakom, mint egy kis programot, így összehúzogatom az elemeket, hogy ez a tanóra, hozzá van egy kérdőív, ha valami a kérdőíven történik, akkor ezek lesznek rá a reakciók, ha level 1, level 2, level 3-on túljutott, akkor egyre jobban szétszedi a békát, és egyébként ezt meg tudja osztani az osztálytársaival, tehát egy teljes komplett platformot ad a tanároknak. Jó, az biztos, hogy ez valaki most itt nekiülne az elektronikus napló és egyéb dolgai mellett, akkor őt elveszítjük. Mert azért 3 hónapig ezt nézni kell, hogy akkor ez most hogy működik. De érdemes elkezdeni foglalkozni vele, mert 1-2 év múlva ezek nagyon működés és könnyű dolgok lesznek. Jó, ezen nem fog végigmenni, egyértelmű, de végigmegyek, mert lehet, hogy röviden fogalmaztam. Hogyha augmented reality-ben csinálunk bármilyen tartalmat,
akkor az fontos, és ugye itt van a UI, amit az előbb mondtam, ez a User Interface, hogyha én kitalálom, hogy van egy békám, ami zöld, de a tantermem zöld, akkor nem lehet a béka zöld. Hiába leveli. Mert a háttér az a fal lesz. De a barna varan se lehet barna terembe, meg fatterem előtt. Tehát ezt át kell gondolni, hogy mi könnyű megcsinálni egy PPT-t, meg kicserélem a hátteret, meg itt a való világ lesz a háttér. Tehát ez nagyon fontos, amikor ilyet tervezünk. Mindig animált tartalmunk van. Tehát ez ki kell, tehát nincsenek flat dolgok itt és ugye ezért drágítja meg, ez 5-10 másodperces szabály, ezt már mondtam az előbb, hogy itt abszolút működik ez az elveszítem az embert. És betettem még ide, de szerintem nagyjából ezeken mentünk, hogy gesztusok, gombok, azok gombok legyenek. Ja, és a vizuális szabályok, vizuális kommunikáció, 2 szemeszter az egyetemen, sajnos nem fogunk tudni belemenni, de itt külön nagyon fontos szempontrendszer a UI miatt. Éles harsány színek vannak, vagy bármilyen, megint ledobják a láncot. Nem működik. Míg a tanárnál kötelező végignézni a PPT-t, még ha csúnyán is csinálta meg, és nem jól csinálta, itt nem fogja végignézni. Jó, hangutasításod, szerintem ezen megyek tovább. Ezt pedig azért tettem be, ezt majd linkbe be fogom tenni, hogyha PDF-be küldöm az anyagot, mert ez a hiperrealitás, amit ugye megálmolt ez az úriember, ezt ilyen 5-10 évre satszoljuk. Itt azt lehet látni a felvételen, hogy ez mind mixed reality, magyarul kiterjesztett valóság. Ami azt jelenti, hogy a szemüvegemen keresztül ezt fogom látni. Itt, ha most kikapcsolnám a léreket, akkor ez egy normál utca itt a 13. kerületben például. Ezek plusz léerek, amit a szemüvegem tesz rá. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez szürreál. De ehhez kell nekünk fölkötni a gatyát, mert ez 5 év múlva a technológiai ellenállása szerint ez itt lesz. Tehát alkalmasak lesznek a szemüvegek arra, még ha csak kis számban is, hogy ez már egy promóció például, hogy a bevásárló, ugye, mert fontos, hogy ezek az AR eszközök, ezek markerekkel működnek. Marker lehet egy GPS koordináta, marker lehet egy fotó, egy bevásárló kocsi. Tehát én meg tudom csinálni azt, hogy én a mi applikációnkban beteszem a spáros bevásárló kocsinak a képét, és ha valaki az applikációkat megnyitja, és oda teszi a spáros kocsihoz, abból kijön egy dinoszaurusz. Tehát ugye itt markerként működik bármilyen fotó, amit fölismer a telefonomnak a kamerája. Ja, ugye itt látszódik, hogy így kell promóciót futtatni, meg feliratokat, nem? Ja, és ez fontos, hogyha ezt már szemüvegbe csinálom, akkor interaktál a környezettel, tehát itt már lehet klikkelni. Tehát a diák ül a tanórán, és rajta lesz egy ilyen szemüveg, és a falon kint van egyébként a nagyon sok dashboardom, akkor rá tud klikkelni a levegőbe, és a szemüvegben van mozgásérzékelő, látja az ujját és reagál rá. Tehát ezek önálló számítógépek, ugye ezek autonóm rendszerek. Itt jön a mesterséges intelligencia, ne felejtsük el, hogy ezek autonóm működő rendszerek. Tehát nem mindent a tanár fog irányítani. Persze korlátozni lehet, de... Jó, tehát így néz ki egy ilyen... De berakosgattam, hogy most még mire várunk a következő 2 évben, de ezek evidenciák. Akkumulátor. 1-2 órát megy a szemüveg a fejemen. Nem lehet töltögetni a tanárnak minden órába. Tehát ez most még nincs meg. Nem vihetek magammal egy ilyen akkumulátoros kocsit, és akkor nem tologathatom egy kábelen. A nagyon gyors processzor. Ezek 3D tartalmak egyébként, és ahhoz viszont nagyon gyors grafikai processzor kell ahhoz, hogy, és memória, hogy ez fusson. És a legfontosabb talán ugye az 5G, ami most jön, hogy nem sokára meg fognak halni a madarak, ezt már hallottuk, hogy az 5G bejön, és akkor mi is nem tudjuk, én nem tudom, ez a kutatási területem. Remélem, hogy nem ilyen lesz az 5G, de ez már egyébként adatkommunikáció szempontjából ez fontos. Mert képzeljük azt el, hogy a 4G jelenleg és a mostani sávszélesség nem alkalmas arra, hogy ha 10 másodperces késés van egyébként egy ilyen tartalomban, akkor nem tudom a tartalmat összekötni a szemüveggel. Mert neki megyek annak az ajtónak, mert nem reagál. Hogyha 5G-t használok, akkor ott nincs csúszás. Tehát az interakció a környezettel az sokkal gyorsabb. Nem ez a kutató. Azért mondtam, hogy én csak bízni tudok abban. Ennyire nem tudsz, tehát nem nincs információ, vagy nem akarod, hogy legyen, vagy... Nem, hogyha én nagyon szívesen bele
ásnám magam az elektromoszmog kérdésébe, de akkor valószínűleg kitennének az egyetemről. Hát nem ez a kutatási területem, és engem minden beszív. De az nem azért van, hanem azért van, mert egy ilyen szemüveg az 3,5 kiló. Rettenet. Az is lehet, de ha kikapcsolom, akkor is fáj a fejem. De ezt most ki fogom próbálni. Hazamegyek, azt fölteszem este a feleségem, majd kíváncsi, csak mit szólnak. Már csak nézem az elektroszmogot. Nem tudom, azért nem akarok hülyeséget mondani, mert nyilván nem értek hozzá, tehát ez maximum csak az lenne, hogy én laikusként hogy ítélem meg, az meg félreinformálás bárkinek, tehát én nem abban a posztban vagyok. Érdekel engem is a téma, hogy hozzáolvasgatok meg, de azt tudjuk, hogyha valaki valamit szeretne valamit mondani egy adott témáról, akkor nem árt az egy 3-4 hónapig azért utána olvas, és ugye belássa magát, mint hogy itt most elkezdek egy fórumon beszélni az elektroszmogról, úgyhogy annyit tudunk róla, mint amennyit ön, vagy lehet, hogy ön többet, vagy többet is nem tudom. Elektroszmogban nem mernék állásfoglalni, de föl fogom szívni magamat, és lehet, hogy van csoporttársam, aki ezzel foglalkozik, a híradós tanszék, megkérdezem, hogy mi legyen. Ólomsisak? Vagy megúszuk? Nem tudom egyébként, engem fogalmam sincs. Én csak csúliban van a kezem, hogy ebből nem lesz gond. Jó, ezen megyek tovább, itt is vannak izgalmas számok, ezt ha valaki erről beszél, akkor majd. Jó, és akkor behoztam egy pár példát, hogy állok időbe. Azt a kutya fáját. Itt megint csak látszik, hogy innen, hogy honnan jutottunk el idáig. És ugye ez csak azért lesz fontos, mert itt látszik, hogy olvashatom, mert nekem nem annyira jó. Igen, ez látszik, hogy ez egy mi történt, de a legfontosabb itt az, és ugye ez az UX-UI, amit az előbb mondtam, hogy itt sokkal nagyobb figyelemmel kell lennünk a felhasználókra, a diákokra. Ők ezt tehát a digitális platformon vannak, akkor ők ezt ez alapján döntenek, hogy mi történik a továbbiakban, hogy föl lesznek ezen az applikáción a VR-ban, vagy nem. Ez a hasznosság, tehát hogy neki ez honnan, ez hasznos lesz-e, jó lesz-e. Nyilván itt azért a tanárnak azért nagy szava van, hogy rájön a diák, hogy azért ez jó lenne megtanulni, mert különben nem lesz belőlem semmi. Az élmény elsődleges, mert akikkel mi versenyzünk, azok olyan applikációk, amik élményt adnak nekik. Percenként. Instagramot pörgetem, annyi élmény, meg annyi izgalmas dolog a többiekkel, és mi ezzel konkurálunk. És a másik az, hogy szintén, amikor az idejét adja valamihez, akkor az róla szól. Ugye ez a selfie tipikusan, amiről ki vagyunk akadva, hogy mindent leszelfiznek. És hogyha nem róla szól az az óra, vagy az a játék, vagy az a bármilyen tantár, vagy bármi, akkor sokkal nehezebb lesz őt behúzni ebbe a játékba. Jó, tehát ez fontos, hogy ezt erre figyelni kell. És a másik, amit egyébként nagyon szuper az előző prezentáló azt mondta, hogy storytelling, és itt van egy óriási változás, ez a story living, tehát hogy most már nem elég az, hogy elmesélem, hogy mi van. Ők arra várnak, hogy ők részesé legyenek ennek az egész kalandnak. És ugye itt van ez a story living, ami azért fontos, mert itt nekünk tanárként vagy bármilyen fejlesztőként egy bolygót kell létrehoznunk, ami sokkal nehezebb, hiszen ebben a bolygóban egyéni döntések alapján ő el fog kalandozni. Ugye az a nehéz, hogy a tankönyvben maximum 300 oldalt tudja véglapozni, nincs más opció. De amikor beteszem egy ilyen VR világba, akkor egyéni döntéseket hoz, és megy el a ház mögött, a nem tudom, hogy hova. És ugye nekünk ezt a platformot kell létrehoznunk UX-UI szempontból, szóval na, komoly meló. De hát most ezt kell csinálni. Jó, itt csak az látszik, hogy egy amerikai kutatás volt ezres mintából, hogy azért a tanárok nyitottak arra, hogy VR-ozzanak, de eszközük nincs, nekik sincs, tehát hogy nem csak itt nálunk ez a probléma. És itt meg látszódik egyébként, hogy alapvetően a tanárok mindig arra gondolnak, hogy ez valami nagyon egyedi, nagyon különleges repülés, a speciális kémiai dolgoknak, a folyamatoknak a bemutatása, tehát hogy akkor gondolunk VR-ra, ami egyébként van nagyon speciális tudást igényel. De most láttuk az előbb az oltásos példából is, hogy nagyon pici dolgoknál is rettentő sokat tud hozzáadni, és tud segíteni egyébként egy ilyen eszköz az életünkhöz.
Jó, itt hoztam egy pár példát, ezek flat reality-re megoldások, ez a könyv is, amit itt mutattam, csak a akadálypályának mutattam a markerét, de ez könyvben is megvan, és itt meg lehet nézni, hogyha valaki végzett telefonon, hogy hogy jön ki az állat ebből a könyvből. Nyilván itt millió egy ezer lehetőség van, és itt nem is akarok belemenni, mert a játékostársnak a szabályai azok ide is vonatkoznak. Pontot gyűjt, hogy mely szintek vannak, emelkedés, stb. Stb. Jó, ezt csak azért hoztam el, mert ez egyik kedvenc példám arra, hogy tudom a gyerkőcöt edukálni, és rávenni arra, hogy csináljon valamit, színezzen. Nekem a kislányom imád színezni, a kisfiam nem. De itt például az a játék, hogyha kiszínezem, ez AR platformon működik, kiszínezem a kis Dumbót, vagy nem tudom mi ez a kis elefánt, akkor utána a szereplő a játékomban az lesz, akit én kiszíneztem. Tehát az fontos, hogy ez kijön abból a könyvből, és talán vele kell játszanom, őt kell megetetnem, őnála fogom megtanulni, hogy hogyan mész az elefánt, mit csinál, stb. Erre tök jó játékok vannak egyébként. Csak ez fontos, hogy interaktál és motorikusan fejlesztem a gyereket arra, hogy színezzel rajzoljon, ha nem is akar. Ez egy másik, ez egy, nyilván itt azért fontos volt, hogy itt volt egy értékesítési plusz háttér, hogy minél több színes ceruzát vegyenek meg a gyerekek, de a lényeg az, hogy amit te rajzolsz, azzal kell etetni a szörnyet, meg itatni, meg bármilyet. Tehát itt is egy olyan plusz készséget hozok be a digitális világba, ami fejlesztő az ő másik tudását, ami egyébként nem lett volna. Jó, a Lego egyébként, ha valaki, tehát Lego doboz, ráteszem, előjönnek a, lehet a gyereket sarkalni különböző dolgokra, építsen minél többet, mozogjon a keze, ez a szuper dolog. Ez a tanulmányunk, amit mondtam a Nagykovácsiba kint a kastélyekben, érdemes végigmenni, ha valakinek van egy kis ideje. Elhoztam ezeket a könyveket, amiket használunk, és egyébként ebből most már 60, azt hiszem, 6 különböző éjszakajátok, stb. Ami egyébként kiterjesztett valóságot használ, és ebben nyilván ez a pontgyűjtőgetős játék, stb. Meg lehet majd nézni, de nem megyek jobban bele. Ez a madár applikáció, amiről már az előbb beszéltem, ebbe se fog belemenni, talán a legfontosabb az, hogy egy nagyon jó példája arra, hogyha UX-ba meg UI-ba változtatok, és valamit teszek és mozgatok, akkor ilyen hatszoros hatékonyságot lehet elérni, és hogyha megnézzük, hogy mondjuk valakinek van 5000 felhasználója, vagy 10000 felhasználója, az azonnal 60000 embert jelent. Tehát rettenet. Tehát itt olyan dolgok történnek, ugye ez volt a Pokémonnál is, ahol lefejlesztették a Pokémont ebbe a speciális világba, és 15 millió játékos lett két itt. 15 millió. Azt se tudjuk, hogy kell embert elérni. Nem is értették az emberek, hogy miért vadásznak Pikachu-t a udvaron. És ugye ez a speciális ebben az egészben, hogy ezzel új dolgokat tudunk behozni a diákoknak is, és el tudjuk kezdeni azt, hogy csillogjon a szemük. Nem mindenkinél, de... Jó, ez megint csak saját platformunk, ez egy olyan képzési platform, ahol játékostár szokásos lehet gyűjtögetni, különböző állat leszel, stb. De betettünk egy olyan mozzanatot, hogy itt az úgy néz ki, hogy ki hány előadást látogat, annyi kreditpontot kap, és a kreditpont alapján különböző evolúció szintű állat lesz. Nyilván az első level az látszódik, az a láma. Tehát az a diák, aki nem megy el egy előadásra se, az év végén is láma lesz. De nem annyira jó lámaként élni az életünket, de itt betettünk egy olyan platformot, hogy az előadásokhoz kapcsolatban kijönnek ezek az állatok, és ezek cukik, ezek a kis állatok, és mozognak. Mozog a homár, meg a láma. És az emberek elkezdtek hajtani arra, hogy megnézzék, hogy náluk az asztalon hogy mozog a homár. Mert úgy, hát ez se értelmetlen. Hát értelmetlen, hogy megnézem a lámát az asztalomon. És érdekes módon kétszer annyian kezdtek el előadásokat látogatni a kreditpontokért. Tehát ezek azok a speckódók, amire egyébként azt mondom, hogy hú, tehát hogy miért? Kijött egy ilyen kis 3D szarvas, amit itt láttunk az előbb, tehát nem egy csoda. Tehát laikusként azt mondom, hogy nem... Nem az újdonság erejével van, tehát ugye ezen gondolkodtam. De, az a... Van örülök, hogyha a kisgyermekként manipulálnak,
Igen, na mondok egy példát. És mit csinál veled? Tehát, hogy kerjed, hogy na most szaladjon ki. Mondok egy nagyon jó példát erre. Mondok egy nagyon jó példát arra. A kisgyerkőcön azt szeretném elérni, hogy tanulja meg az építő kockánkból, és már mondjuk a Bogyó és Babócát nézegeti a telefonon. Tehát már odaadtuk neki a telefont, mert ugye van, aki nem adja a telefont, odaadtuk a telefont, Bogyó és Babócát néz, és az a célom, hogy a gyerkőc építse föl építőkockából, és ne akadjon ki nekem, a kislányom mindig kiakadt, amikor a negyediknél mindig leborult. És a harmadiknál alig bírtam rávenni, hogy kislányom, ez normális, az emberek így tanulják meg, hogy hogy építik fel a kasat. És azt mondom, hogy kiteszek egy ilyen iPad-et, és AR-be, ott a falon lesz egy kis madárka. Ott csiporog a falon. És megmondom a gyerkőcömnek, hogyha nem építünk odáig egy lépcsőt, ahova föl fog menni a kukac, mert a kukac lenne lesz a földön. És ott mozog a kukac így. De ha építek kockából egy följárót, egy ilyen lépcsős följárót, mivel hogy emelről beszélünk, a kukac föl fog menni a kockára. Fölmegy. És a kismadár, amikor fölér oda a kisgyerek fölépítette a falat, akkor lejön, megcsípő és megeszi. Na ez az, amikor az... AI, mesterséges intelligencia, így van. Két koordinátán van, itt van a kukac meg a madár, és ő azt érzékeli, hogy térelemekkel, 3D elemekkel, ezért kell a speckó telefon hozzá, mert ő érzékeli a teret. Hogy a 3D elemekkel hogy fogja elérni a kukac azt, és ő tudja, hogy a kukac az így mozog. És ha a gyerek két kockát tesz egymásra, akkor nem megy fel a kukac. Most csak egy béna példa volt, de tehát egy csomó olyan lehetőség van, amivel azt mondom, hogy a digitális... Ez a lényeg, hogy ő ne vegye észre, hogy én motorikusan fejlesztem, mert különben nem fog tudni hatodikba iskolába menni. Nekem az a célom, hogy használja az ujját meg a kezét. Nem tudok mit csinálni, a Bogyó és Babócát nem teszi le, és ha kiveszem, akkor üvölt. És akkor megmondom neki, hogy a kukasznak föl kell menni, mert a kismadárka ilyen fog halni. Hát te is eszel. Építsük együtt a apával. Akkor fölépítjük, és végigmegy a kukac. És talán megjelenik a kismadár ott fönt megint, ha ő jól lakott. És akkor utána a kukac szeretne átmenni az egyik szőnyegről a másikra, a kukacnak építeni kell hidat. Egész nap építenek a gyerekek. Olyan kukacváros lesz, hogy... Tehát, hogy... És ezek azok a dolgok, ami szerintem csak nyilván egy kicsit másabb... Meg hát ez, amit az Ádám is mondott, hogy azért ezek most, hogyha, amit most mondtam ezt a játékot, ez mondjuk 200 fejlesztői óra, 5 millió forint. Meg lehet csinálni, de ki csinálja meg. Mert én szívesen lefejlesztettem a csapatommal, hogyha tudom, hogy lesz 30 ezer felhasználó, aminek értelme van. De senki nem akar madarat etetni kukacsal. Jó, ezek példák, ezt ma lehet látni. Ami szerintem még szuper, végeztünk. Ez az utolsó szlájdom, nem még van 60, de az utolsó szlájdom. Ez azért egy jó játék a másik, mert ezzel lehet mérni a felhasználónak az élményét. Ez egy nagyon egyszerű kütyű, 60 ezer forint, egyébként száraz LG hullámokat mér a diákoknál. Fölteszem a fejére, és látom, milyen élményt váltottam ki. Ezt érdemes megfutatni, valaki csinál egy játékosítást, de ez már ez a fekete öves kategória, valaki játékosításban csinál valamit. A többi szlájdomat azt meg fogják kapni digitálisan, és ott lehet látni. Egyébként már csak ilyen példák vannak benne meg. És köszönöm szépen, hogy kitartottak ennyien még a kutyafáját. Jobb.